Trigán. Az eszeveszett. Úgy van, az ember, akinek 60 milliárd dupla dollár van a fején, azt mondják, nemrég felbukkant Dunkin városában, is ott jó nagy zűrt okozott. Mi történt? Vasporig rombolta a várost. Hullahegyek lepték el egész Dunkint. A koporsó készítő úgy meggazdagodott, hogy palotát építetett magának. Akkor tényleg őrült a fickó? Több, mint őrült. Bölcs lenne távol tartani magunkat tőle. Vassal szórakozni az olyan, mintha felkérnénk a halált egy táncra. Mindenütt pusztítást hagy maga mögött. Asszony, gyermek, egyre megy, mindet kinyírja. Úgy is nevezik, hogy a humanoid tájfun. Csak megtaláltalak. Különösen veszélyes. Dunkin város. Csak egy éjszaka. És nézze, mi történt. Nem hittem a pletykáknak, de a fickó tényleg katasztrófa. A város romokban hever. Ez aztán a szégyen. De legalább a nyomorult sírások boldogok lehetnek. Hány embert is gyilkolt meg? Valójában senkit. Van egy csomó sérültünk, de valahogy mindenki túlélte. Azt hiszem, csoda történt, Isten segítsége nélkül. És hogy is nézett ki? Nos, először is piros ruhában volt. Hatalmas ember, rövid lábakkal és fülbevalóval. Sajnos én nem tudtam jobban megfigyelni. Kösz, serif! Maradjon távol tőle a saját érdekében. Piros ruha. Felnarl, 10 mérföld. Dunkin városa nagy rész romokban hever. Minden lakó fáradjon a kijelölt menedék helyekre. Friss hírekkel félkettőkor jelentkezünk. Addig is élvezzék zenei válogatásunkat. Heh.
Mit adhatok? Egy banántúrmixot. Nekem egy cickafark tortát ceyloni teával. Figyeljenek, hölgyeim! Attól félek, tejet kell rendelniük, mert különben nem jön ki a poén. Igen, mert mi annyi tejet adnánk maguknak, amennyit csak akarnak. Én soha nem szoktam ilyet mondani, de ez most ingyen lesz. De én tényleg nem tejet akarok, hanem ceyloni teát. Nagyon sajnálom. Megállj, te kis fluska! Ez a vacak szíj megint elszakadt. Van tartalékod is, jobban kéne figyelned. Tudom. Ez ki az ördög? Egy szörnyetek. Jut eszembe, uram. Hallottuk, hogy Vas, az eszeveszett nemrég felbukkant Felnárban. Tud erről? Hogy Vas? Ezt miért kérdezik? Nem mondják, hogy ilyen ártatlan fejjel a 60 milliárd dupla dolláros vérdíjra utaznak. Dehogy is. Csak átutazóban vagyunk itt, üzleti okból. Üzleti okból? Nos, én személyesen nem láttam őt itt a környéken. Azt mondják, pirkadatkor elhagyta a várost. És állítólag kelet felé tartott. Tud még róla mondani valamit? Körülbelül 12 láb magas. És van egy hatalmas fegyvere, egyébként mohank vagy mi. Ja, és kötélből vannak az idegei. Nyilvánvalónak tűnik, hogy nem egyedül dolgozik, ráadásul a világ legnagyobb nőcsábászának hírében áll. Nőcsábász? Ne aggódj már! Nagy fegyver és mohak! Ő lesz a mi emberünk! Hol van már? Hova mehetett? Felnár város. Ha kell, túrjátok fel a környéket, de találjátok meg! Főnök, nem is tudom. Tényleg ő volt a gyáva szöszi? De hinném, szerintem nem sok értelme van itt. Azt hiszed, már elég nagy vagy ahhoz, hogy kioktass engem? Te láttad itt, ezért azt akarom, hogy elkapd. És te most azt teszed, amit én parancsolok neked, vagy meghalsz, érted? Még egy perc, és itt fulladok meg. Itt van! Kérem, uram, bocsásson meg. Köszönök mindent. Ez bizony elég meleg volt, majdnem ott hagytam a fogam. Kész csoda, hogy én bőrrel megúsztam az egészet. Megtaláltam, itt van! Ez az! Ez szórakozik velünk? Nyírjátok ki! Örömmel! Kezdek megéhezni. Kitartóak. Úgy ülök itt, mint nyuszi a fűben. Addig kapjatok el, amíg lehet. Meghalsz! A francba. Hát, ez tényleg ügyes húzás volt, de sajnos vesztettél, kisapám. Hé, főnök, megtaláltam, itt van! Mondd, miért nem fogod be és teszed le szépen a fegyvert? Soha. Tehát szereted a fájdalmat. Hozzászoktam. A gyerekeid meg a feleséged biztos sírni fognak utánad. Facér vagyok, nincsenek kölykeim, a nők pedig nem szeretnek. Ez egyre szomorúbban hangzik. Hadd kérjek valamit. Hallj már meg! Egyszerűbb lenne, és a főnök örülne neki. Attól tartok, ez nem fog menni. Földre! Segíts, főnök! Szép munka volt, gratulálok. Nem hiszem el, hogy képes vagy így elbánni a saját haveroddal. Kicsit sem zavar. Ő nem a haverom. Pusztán csak egy a végzetünk. Csak akkor lehet boldog, ha nekem is jó kedvem van. Ez aztán a szövetség. Lelőhetsz, ha attól jobban érzed magad. Persze csak akkor, ha ez a nagy stukker nem dísznek van. Az az igazság, hogy nem bírom a vért. Ha csak ránézek, elájulok. Rendben van, akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha a saját véredet látod.
Hé, te! A kedvembe járhatsz azzal, ha lefoglalod egy kicsit. Ez az. Látod, milyen elkötelezett? Hey! Na. Nem lehetne ezt egy kicsit finomabban csinálni? Na végre, akkor ideje szépen bevinnünk ezt a jó madarat. Mocskosú gazdagok leszünk! Nők? Vajon a barátai? Nos, lehet, hogy a vérdíjra mennek. Oda megyünk. Jó. Mit akartok itt? Örülök, hogy megismerhetem. A nevem Meryl, Mary Strife, és a Bernardi Biztosítótársaság képviseletében jöttem. Millie Thompson vagyok. Ezt jó szándékunk jeleként hoztuk. Sok szeretettel! Miért jöttetek? Csak nem érte. Dehogy, minket a Bernardi Biztosítótársaság küldött, hogy kivizsgáljunk egy bizonyos... Mi az? Örülök, hogy megtaláltam. Megvan a 60 milliárd dupla dolláros ember. Vas az eszeveszett. A nevem Rose Roos, és fejvadász vagyok. Ismertebb néven Karabei Roos. Mr. Eszeveszett Vas. Én a maga fejéért jöttem. Tessék! Asszonyom, baj van. Lemaradtam valamiről. Megtiszteltetés önnel találkozni, Mr. Eszeveszett. Az arca kezd hasonlítani az elnökére a dupla dollárbankon. Pedig nem haragudhat, amiért magáért jöttem, hiszen 60 milliárdot kapok a fejéért. Most mit évők legyünk? Elég egyértelmű, vagyis megállítjuk őket. Éte, mit is mondtál, Roos? Várjanak egy kicsit! Boldog vagyok, hogy élvezed a munkád, Roos, de attól tartok, egy kicsit elkéstél. Figyeljenek! Valóban? Nekem nem úgy tűnik. Te idióta! Mit képzelsz, kire célzol? Egy 60 milliárdos koponyára. Ilyen barom nem lehetsz. Szerinted ő vas? És mégis miből gondolod? Annyira nem vagyok bolond, hogy figyeljek egy csicskás szavára. Vége a tréfálkozásnak! Ez őrültség! Nem vesztegetem az időm. És tágulj innen, amíg nem késő. Fölbevaló, rövid lábak és piros ruha. Meggyőződésem, hogy maga az, akit keresek. Elment az eszed. Vas egy magas, szőkehajú férfi piros kabátban, nagy kézi fegyverrel. Ez nem igaz. Vas az eszeveszett egy óriás mohawk frizurával és nagy pisztollyal. Ez nagyon különös. A leírások nem fedik egymást. Akkor mit csináljunk? Hogy mit csináljunk? El kell hinnünk, amit hallottunk. Na de... Idióta! Nem én vagyok vas! Hidd már el! A hatóság 60 milliárd dupla dollárt fizet magáért. Élve vagy halva, ideje eldönteni, mi legyen. Én szívesen megölöm, ha úgy kívánja. Tehát szőke, piros ruhás, nagy fegyverrel. Rájöttem, hogy te csak rám akarsz kenni mindent, nem igaz eszeveszett? Miket beszél? Egy álnevet ki is találtál, szép húzás volt. A mindenit? Ő lesz a mi emberünk. Kapjátok el, gyerünk! Én leszek. Eddig is csak rajtam múlt, hogy mikor végzi be. Lőjétek szét! Ne szórakozz vele! Ezzel jössz, idióta! Azt csináljuk, hogy menekülünk! Fontos, hogy életben maradjunk, ugye? Azonnal ki kell adni a városban az evakuálási parancsot! De asszonyom, ha így meghátrálunk, azzal nem adjuk fel a
fontosabb, hogy értesítsük a várost. Á, ezek isteniek. Remélem, jól érzed magad. Igen, kösz szépen. Eddig éhes voltam, de a fánkok segítettek. Adod vissza. Nem azért jöttünk, hogy megmentjük a nyomorult hátsódat. No persze, de akkor mit csináltok itt? Izgatnak titeket a rossz fiúk, vagy mi? Te közönséges vagy. Mi szigorúan üzleti úton vagyunk itt. Katasztrófa felmérők vagyunk a Bernardi Biztosító Társaságtól. Ha tényleg így van, akkor mit érdekel titeket egy ilyen beszélyes ember? Mert vas több mint 300 káresetet okozott, ami fontos tényező egy biztosítónál. Ilyen rizikófaktor mellett cégünknek meg kell tennie mindent, hogy fennmaradjon. Érted? Igen, lózósnak hangzik. Érdekel is téged. Meg kell találnunk eszeveszett vast, hogy 24 órás megfigyelés alatt tartsunk. Csak így előzhetjük meg a bajt. Megfigyelés? Csak nincs valami baj. Dehogy. Biztos, hogy jól vagy. Ide hallgass, üzletet ajánlok neked. Cserébe ezért meg a fánkokért elmehetnél Tomászon a városba, figyelmeztetni az embereket. Vissza akartok menni? Ez a munkánk része. Úgy néz ki, hogy már vége. Hála az egeknek, nem látok káresetet. De asszonyom, azt a fejvadászt nem ölték meg, mert azt annak nevezném. Szegény ember. Most hogy akarja megközelíteni? Van már valami terve? Egy nagy csomag bombonnal. Na hát, ez remek ötlet. Amíg helyén van az eszünk és előzékenyek vagyunk, nincs mitől félnünk. Bátrak vagytok, hogy visszajöttetek. Elfelejtettünk átadni egy kis ajándékot. Nem kell. Hol van az a fickó, aki veletek ment? Félúton elváltunk tőle. Pedig nehéz volt megtalálni. Látod már, mit tettél velem, Rusz? Maga él? Hogy nem halt meg? Azt hittem, megölték. Azóta rájöttünk, hogy hibáztunk. Hibáztunk? Szerintem te szúrtad el az egészet, nem én. Ezért 70%-ot kapok a végén, te pedig 30-at, és a vita lezárva. Most miről van szó? Jól van ideje menni. Csak még egy percet. Jaj, asszonyom! Azt hiszem, mégsem olyan jó, hogy elvállaltuk ezt a munkát. Most ez miért kell? Ezek ketten nem tudnak semmit. De örömszerzésre jók. Elég fura az ízlésed. Mondhatni, beteges, de azért kedvemre való. A pletykák szerint vas egy nőcsábász. Erre muszáj pont most emlékeztetned. Tudni szeretném, hogy mit óhajtanak a hölgyek. Egy kis örömöt a halál előtt, vagy csak a halált. Főnök! Nagy baj van! Nem érek rá! Nem viccelek, ez tényleg komoly, segítség! Hey, ez ő! Tényleg! Megvan! Fussatok! Kösz, amiért megspóroltad nekem azt a sok fáradtságot! Eszeveszett vas! Vas? Most meg merre van? Hová mész? Csak pontyantani! Megmentett minket. Elég furcsa hős, mit ne mondjak. Gyerünk, kerítsük be! Ez szívás? Maradj ott, ahol vagy. Tudod, vas? Ideje kitalálnod, hogy hogyan akarsz meghalni. Leugrasz onnan, vagy elintézelek a bumerángommal? Nem is tudom. Nem ismerlek, de elutasítom az öngyilkosságot. Rendben van, akkor jön a bumeráng. Csak addig jó, amíg mindenki tud játszani. Segítség! Vigyázz!
Ez megölte! Az a fickó nem emberi! A hűség törékeny dolog. Most te jössz! Vigyáznod kéne! Mire? Hoppá, későn szóltam. Nos, barátaim, remélem jobban vagytok. Ez hihetetlen! Percek alatt elintézte mind a kettőt. Mintha ő lenne Vas, az eszeveszett. Ha? Na, megdolgoztam a 10 dupla dollárért, meg a fánkért. Azt hiszem, kezdem elveszíteni a fonalat. Lewiston város 40 mérföldre Felnártól. Katasztrófa jelentés. Megállapítottuk, hogy a földcsuszamlás, ami elpusztította Felnárt, egy Rusz Róz nevű férfi robbanóanyaggal való törvénytelen visszaélésének következménye volt. A szabályok szerint a biztosító köteles fizetni. Ennyi munka után még mindig nullán állunk Vas ügyében. Akkor sem szabad semmibe venni a szóbeszédet. A neheze még hátra van. Na és az az őrült fickó? Az teljességgel kizárt, hogy ő legyen Vas. És ebben biztos? Vas az eszeveszett? Igen! Az ember, akinek 60 milliárd dupla dollár van a fején, azt mondják felbukkant Felnárban. Hallottál erről? Nem. És mi történt? Ó, a város porrá lett. Semmi sem maradt belőle, de állítólag nem halt meg senki. Látod, a csodához nincs mindig szükség Istenre. Hát igen. Magyar hangok. Juhász Zoltán, Nyírő Eszter, Mezei Kitti, Faragó András, Csuha Lajos, Megyeri János. Magyar szöveg Pál Dávid, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Mendre János, gyártásvezető Boskó Andrea, rendezőasszisztens Szász Andrea, szinkronrendező Ullmann Gábor, producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchro Systems készítette.